Szép jó estét kívánok, szervusztok! Köszönöm, hogy ma este is eljöttetek. Látok már olyan arcokat, akik rendszeres előadásra járók. Benneteket is köszöntelek szeretettel. És házigazdám kéréséhez híven, ma az emberi kapcsolatokról lesz szó, ami szerintem kimeríthetetlen téma. Az a legérdekesebb, hogy több kultúra, több vallása megpróbált használati utasítást írni, az emberi kapcsolatainkhoz. És szerintem mindenki élt ebben a teremben annyit, vagy nem sokára fog, hogy belássa, hogy ezek a használati utasítások csak részben működnek. Nagyon nagy részt a saját léleklátásunkra, a saját tapasztalatunkra, a saját tiszta tudatunkra hagyatkozhatunk csak. És ekkor merül föl az, hogy valójában mivel is dolgozunk mi emberek. Tehát amikor érzékeljük a másik embert a kapcsolatban, valójában mi az, ami érzékeli ezt, mi az, ami szűri ezt az információt, esetleg eltorzítja, esetleg valami egyebet csinál vele. Mivel dolgozunk? Mi az, ami bennünk érzékeli a másik embert? Ez a kérdés. Általában az emberek fájdalom és szenvedés kerülőek, és öröm és boldogság keresőek. Ez mindenkire igaz. Általában a boldogságot az örömmel azonosítjuk, bár ahogy az ember idősödik, előbb-utóbb erről leszokik, de az elején az öröm és a boldogság az nagyon-nagyon egyszerre tud működni, és nagyon sok tapasztalat kell ahhoz, hogy a boldogság az valami meghaladottabb, örömérzéstől függetlenebb állapot legyen. Tehát mi az az iránytű bennünk, amely segít elkerülni a szenvedést, és segít a boldogság felé menni, sőt, tegyük ezt úgy, hogy lehetőleg nem maradjunk egyedül az úton, és legyenek társaink is az úton, akár szellemi társak, házastársak, munkatársak, élettársak, stb. Azért szentelünk ennyi erőt és energiát az alapozásnak, mert ha egyszer úgy érzed, hogy ezt megalapoztad és elindultál, akkor nagyon ritkán szoktunk megállni. Mi az, ami az életutunkon minket nagyon keményen megállíthat? Ezek a válságaink. Tehát amikor egy kapcsolat felbomlik, pedig nem szeretnéd, amikor egy élethelyzet szétesik, pedig te azt meg akartad tartani, amikor olyat kapsz a párodtól, hogy te nem is érted, hogy ezt hogy nem láthattad eddig benne, vagy te adsz olyat a párodnak, hogy a faladja a másikat, és hatalmas nagy sírógörcsök és egyebek, vagy dű a válasz, és akkor meg az a tapasztalat kiállt, hogy ugyanhogy tehettem ezt, hogyan volt ez lehetséges. Az zen rendkívül egyszerű és tiszta alapelvekkel dolgozik. Az első. Amilyen mértékben ismered saját magad, olyan mértékben tudod a másikat is megismerni. Tehát, ha valamit nem láttál, akkor legyél szíves magadban nézni először, a ahelyett, hogy a panaszkodás és hibáztatás projektorát rögtön beindítanád, és a másikat okolnád azért, mert veled ilyen dolgok történtek. Ha felfedezed a saját karmádat, a saját kezedet benne, akkor már is könnyebb megoldani, mert a terészed nyilvánvalóvá válik. Van a személyiségünknek négy területe, melyek annyira fontosak, hogy a buddhizmusban négy buddhiszatvát szenteltek neki. Az első az érzelem. Az érzelem, hogyha jól bánsz vele, akkor együttérzésé tud nem esedni, és nem egy puszta, önző, személyes, én örömöm, én boldogságom kezdetű dobozka lesz, mert ezt nagyon nehéz kinyitni másnak, és nagyon nehéz Másnak ráhangolódni erre. Általában minél jobban artikulálod a saját érzelmeidet, hogy te hogy akarod érezni magadat, neked mi a jó, annál kevésbé tudsz ebbe bevonni másokat, és annál kevesebb kompromisszumot fogsz kötni azért, hogy ez számodra működjön. Te várod el, hogy a többi ember viszonozza az érzelmeidet, és ez az értelemre is igaz, de ne szaladjunk ennyire előre. Viszont, ha mind a két területet egyszerre megnézed, Hol szoktunk frusztrálódni? Ott, amikor egyedül maradunk ezekkel a nagyon részletes kívánalmakkal, hogy nekem mi a jó. És akkor a panasz árad, és azt mondja, hogy engem nem értenek meg. Engem nem látnak jól. De te magad jól látod magad? Jól látod a működésedet, hogy hogyan működsz, mint ember? Jól látod az érzelmeidet? Tehát a négy bodhiszatva közül az együttérzés bodhiszatvája van szemboszál koreaiul, a való kitésvara Ez minden spirituális gyakorlatban első helyet foglal el, még ott is, ahol másnak hívják, nézd meg a katolicizmus evolúcióját, Eltelik pár száz év, és hirtelen szűzmárja lesz a kultusz középpontja, mert rájöttek, hogy a puszta maszkulin elvel nem lehet az embereknek azt a tanítást megadni, amire szükségük van. Az együttérzést valamilyen okból kifolyólag egy női alakon keresztül szokták tanítani. Gondolkodjunk el, hogy miért. Hát, hogy hogyan működnek a központjaink és az egyes nemek, mint férfiak és nők, milyen alapállásból indulnak neki az életnek, és mi az, amivel főleg dolgoznak. Főleg, de nem kizárólag, nehogy itt félreértés legyen. Úgyhogy, ha az érzelmek meg nem kifinomodnak, társassá válnak, befogadóvá válnak, akkor abból együttérzés van, mert a másik érzelmi állapota hirtelen fontosabb lesz, mint az enyém. Rájövök, hogy a másik boldogságát Érdemes előbbre tartani, fontosabbnak tartani, mert azon keresztül lesz meg az enyém. És az a szép, hogyha ebben tényleg partnerre találsz, mert akkor a másik is elkezdhet így gondolkodni, és ezt hívom teremtőciklusnak, egy olyasféle kölcsönhatásnak, amikor egymásból tudunk töltekezni és egymásnak adni, és ez egy sokkal, de sokkal hosszabb tartó, termékenyebb dolog, mint hogyha mindenki elsajátítani szeretne a kapcsolatból. Mostanság nagyon sokszor szoktuk a kapcsolatokat is a fogyasztói társadalom egyik melléktermékének tekinteni, és amennyire abszurdul hangzik ez, annyira látod ezt a társadalmi mintázatot, hogy termelünk, fogyasztunk, termelünk, fogyasztunk, és ezt egymásra is kiterjesztjük. Tehát frissítjük a feleségeket, leamortizáljuk a férjeket, megnézzük, hogy a, a könyv szerinti értékben hány év alatt lehet nullára írni egy-egy kapcsolatot, és akkor meg is tesszük. Hát azért ezzel vigyázzunk. Úgyhogy ehhez kellő bölcsesség kell, és hogyha az egyéni gondolkodás és vélemény kifejtés átadja a helyét a másik megértésének és meghallgatásának, akkor onnantól kezdve van lehetőségünk a nem személyes bölcsesség, hanem a világ működését átlátó bölcsesség gyakorlására. Ezt vagy avagy Munszú Boszál bóthiszatvájával szokták megszemélyesíteni, mert a mahaján a buddhizmus megszemélyesít. Van egy személyiség elemed, van valami, ami a lelkedben nagyon fontos, és adsz neki egy alakot. Megszemélyesíted. És akkor tudsz vele dolgozni. Látod, hogy az benned hogy működik. Na most manjushi a kezében egy kard van. És ez a kard az azért fontos, hogy a bölcsességeddel az illúziók fájtlát átvágd. Ez a jel. Igen, nem csak, hogy ez a kard kétélű. Ha rosszul gondolkodsz, magadat ugyanúgy meg tudod vele vágni. Depresszió. Hogyha túl gondolunk dolgokat, és ez teljesen független a nemektől, akkor olyan elképesztő depresszióba tudunk esni, mert a tudat entrópiája és a tudat kifinomultsága az ugyanarra a srófra jár. Csak ez, az a különbség az egyik és a másik között, hogy a kifinomultságnál meg tudtad állítani a további osztódást, az entrópiánál nem. A bölcs abba tudja hagyni a gondolkodást, hogyha nem szükséges, aki kényszeres gondolkodó, az nem tud leállni. Hogyan mutatkozik ez meg? A beszéddel. És ez a harmadik nagy személyiségterület. A beszéd, ami ugye a bóthiszatvák szintjén a fogadalmak és esküvések bóthiszatvája, Zsidzsánk bószál koreaiul és Ksitigarba Azért fontos erről beszélni, mert sajnos a beszédünk is a tudat egyfajta bomlás termékeként fogható manapság fel. Nagyon kevés az a beszédaktus, amikor tényleg közlünk valami fontosat, amikor azzal a beszéddel teremtettem valamit, és nem csak leírtam, amikor nem csak kategorizáltam ítéletet alkottam, hanem tényleg a beszédnek igazi, kreatív, teremtő funkciója volt. Tehát ez a fogadalmak, eskük, névadások, Ilyen szertartások alatt nyilvánvalóvá válik, hogy mennyire fontos az összeszedett és világos emberi beszéd. Hát ennek a művelése azért fontos, mert ha nem teszed fel azt a kérdést, hogy mi értékesebb a mondani valóm, vagy a csend, amit ezáltal megtörök, akkor nem tudsz elérni egy olyan állapotot, ami szabad lenne, mentes lenne a beszéd kényszerétől. Mikor mondjuk ki azt, amit gondolunk? Mikor mondjuk ki azt, amit érzünk? Itt már mindenki tudja, hogy nem mindent kell kimondani, és főleg nem mindig, és egy kultúrát nagyon meghatároz az, hogy mi az, amit mi csoportosan elhallgatunk és a szívünkbe rejtünk, és mi az, amit kimondani szeretnénk, vagy kimondani kényszerülünk, mint egyén, mint család, mint társadalom. Ezt szakszóval artikulációnak hívunk, tehát fogalmi valóságba, vagy fogalmi rétegbe öntjük ezeket a tartalmakat. És hogyha a beszéd helyesen működik, akkor a negyedik életterület is a cselekvés, a fizikai cselekvés területe is megfelelően működik, és ez a déheng bolyón boszál. A szanszkritnével adósok maradok, szerintem ez ma este nem lesz hiánytünet. És azt nézed, hogy a tetteid, a fizikai valóságban, a fizikai síkon megnyilvánuló tetteid pontosan milyen karmát hoznak létre, és a másik embert hogyan részesíted a cselekedeteid gyümölcseiben. Magyarul mit teszel vele, és mit hagysz, hogy veled megtegyen? Ez a négy életterület szinte soha nem. Azonos frekvencián rezeg, soha nem azonos irányba mutat, soha sincs tökéletes átfedésben. És egy kapcsolatnak a működését nagyon meghatározza az, hogy mennyire vagy megbízható a másik számára. És ha a beszéded, a gondolatod, az érzelmed és a fizikai cselekedeteid nem azonos irányba mutatnak, vagy néha teljesen széttartó realitást céloznak meg, ha annyira nincs egyezés, hogy látszik, hogy nagyon mást érez, mint amit mond, nagyon mást cselekszik, mint amit gondol, nagyon más a gondolat és az érzelem működése, akkor az az ember megbízhatatlanná válik, és így egyre nagyobb szenvedés lesz a társkapcsolat közepette is. Úgyhogy amikor meditációról beszélünk, akkor legelső sorban azt a praxis szeretném most megemlíteni, amely a tiszta tudatot, az integrált személyiséget, azt a fajta lelkiséget hozza, amiben nem csak te férsz bele, hanem mondjuk még legalább egy másik ember is. És minél többen férnek bele lélekben, annál nemesebb és annál magas szintűbb lesz az a kapcsolat, amit te elkötelezett családi monogám kapcsolatként viszel tovább. Úgyhogy megint csak a tudat minőségen múlik, megint csak a hitetek szerint fogadatni nektek, és ez azért ennyire fontos, mert ez a tudat, ez a lélek, amivel most itt ültök, ez művelhető, tisztítható, változtatható, mert semmi olyan elem nincs benne, amely örök lenne, abszolút lenne, a változástól mentes lenne. Úgyhogy az a jó, hogy minden változik, de ebből az is következik, hogy minden energiát kíván. Tehát mindegy, hogy 30 éves a házasság, vagy 40, ugyanúgy virágot kell vinni neki a születésnapjára, és nem lehet elfeledkezni arról, hogy névnap van, apák napja, anyák napja, egyebek. Mert ezek a szertartásos pontok azok, ahol ugye meg tudjuk haladni a hétköznapok materiális valóságát, és ahol végre alanyi, tehát egymásra fókuszáló napjaink vannak. Hát az ünnepeket nagyon sokszor nem így éljük meg, hanem az, hogy na, mit főzünk drágám, sonkát vagy kolbászt. Tehát, hogy pontosan mi legyen az evés, a materiális része ennek, és az, hogy egymást hogy vesszük észre az ünnepnapokon, hogy azok mennyire mások, mint mondjuk a hétköznapok, ez el szokott sikkadni. És akkor eltelik az ünnepnap, és mindenki holt fáradt, hegyekben áll a mosatlan, bevettük a bilagitot, és akkor mi történt? Jó? Tehát nagyon sokat lehetne az emberi kapcsolatokról beszélni úgy, hogy kiosztjuk a különböző kapcsolattípusokat, ideális típusokat vagy megoldásokat felrajzolni, és ettől én szándékosan tartózkodom. Tehát nincs ideális emberi kapcsolat, de van olyan lélek, amelyek rálátott önmagára. És kapcsolódik olyan lelkekhez, lélekhez, akik ugyanezt teszik. A maguk módján, a maguk autonómiájával. És ezt hívjuk a lélek érettségének, a tudat látóképességének. És euh, amennyire fontos a kifinomult és világos látásmód, annyira hátrányos, hogyha elveszünk a részletekben. Tehát ne vesszünk el a részletekben, de lássuk nagyon tisztán, nagyon precízen, nagyon válogassuk meg, hogy mi az, amit elmondunk, és mi az, amit nem. Nagyon nézzük meg, hogy az érzelmeink, gondolataink, cselekedeteink beszédünk milyen irányba mutat, és ezek után ne a saját önképünk miatt aggódjunk, hanem azt, hogy a másik emberben milyen hatást keltünk, és hogy pontosan mi történik bennünk és a másikban. Egy biztos, a vágyaink és averzióink miatt a kapcsolatok meg kell, hogy jelenjenek az ember életében. Ezek a kapcsolatok óriási tréninget jelentenek, mert nem tudsz ugyanazzal az önképpel végigélni egy kapcsolatot, a válságok, az események, a pozitív vagy negatív ö, következmények mindenképpen változtatnak azon, ahogy te látod magad és látod a másikat. Ez az a változás, ami egy emberi inkarnációban elkerülhetetlen. Ezek azok a változások, amikor föl kell tenned a kérdést, hogy valójában ki vagyok én, vagy valójában kivel kötöttem össze az életemet. És itt meg kell figyelni azt a ritmust, a változásnak azt a sorozatát, ahogy az évek telnek. Előbb-utóbb rájön az ember, hogy a sokféleség nagyon jó, a fiatalság nem mindig bolondság, de egy idő után kell a biztos kapcsolat, hogy lehessen valakire vagy valamire építeni. És akkor megint externalizáltunk, és nem tettük fel azt a kérdést, hogy mennyire tudna egy másik ember rám építeni. Mennyiben vagyok alkalmas arra a társadalmi szerepre, ami mondjuk belőlem következhet, hogyha egy tartós kapcsolatban gondolkodnánk? Tehát nem így szoktuk föltenni a kérdést, hanem igényeink, elvárásaink vannak. És hogyha a másik nem teljesíti ezeket az elvárásokat, akkor azt mondjuk, hogy hát sajnos ez nem jött össze. És nem tettük fel azt a kérdést, hogy mennyit változtattunk magunkon per mennyire segítettük a másikat a saját útján, a saját változásán abban, hogy letisztuljunk és valóban egymáshoz, egymáshoz, tartozzunk. Amíg a tökéletességet és így az elvárások beteljesedését keresed a másikban, addig ez nem fog megvalósulni. Mihelyt arra összpontosítasz, hogy a hibáink passzolnak-e, nagyon nagy eséllyel, előbb-utóbb tényleg igazi, lelkitársát tudsz találni, mert boldog békeidőben mindenki el tudja viselni a másik, a másik normalitását, de kőkemény, nehéz időszakokban elviselni a másik hibáit, a másik működésképtelenségét, azt, hogy muszáj segítenem rajta, mert mind a ketten ott na ezeket szoktuk nehezebben elviselni. Ezeket szoktuk nehezebben elviselni, és pontosan ezekre az időszakokra készíthet fel az a meditáció, az a tréning, amit most már nagyon sokféle stílusban, nagyon sok helyen tanítanak, és tanítunk mi is. Tehát a mélyebb önismeret az nem egy meseautó, hullámvasút és egyéb ilyen túra keveréke. Az önismeret és világismeret felkészít arra, hogy érett személyiség légy, hogy felébredj az illúzióidból, és ne Futóhomokra, hanem erős sziklára alapozd életedet. Egy paradoxra szeretném a figyelmet felhívni: csak egy teljesen autonóm és lelkileg önálló emberrel lehet teljes értékű kapcsolatot létesíteni. Tehát mindaddig, ami kapcsolatfüggés áll fönt, és egymás gyenge pontjaira támaszkodunk, akár pozitív, akár negatív értelemben, addig ez nem fog működni. Ha úgy tűnik, hogy 20 év alatt nem sikerült ezeket a gyenge pontokat megerősíteni, a homályt fénybe borítani, az árnyékból kilépni, akkor az a kapcsolat úgy járt le, hogy sajnos nem sikerült ezt a nagyon komoly alkímiát végrehajtani. Tehát a félelem az csak akkor félelem, hogyha nem vesszük észre, hogy ez mitől van. A félelem az akkor van, hogyha a tudatban van akadály. Az akadály az mindig illúzióhoz, felvett identitáshoz köthető. Tehát ha a tudatban nincs akadály, akkor nincs félelem sem. Tehát valójában mitől félek? Valójában önmagamtól félek, a saját megoldatlanságaimtól, attól, hogy nem fogom tudni végrehajtani a feladatot. A feladat pedig az, hogy a realitás tükrébe nézve beleállni a pillanatba, és azt mondani, ezt nem tudom, nem akarom tovább vinni, és a másik, ugye, életem eddigi párja is azt mondhatja, hogy bizony, én sem akkor viszont meg kell köszönni egymásnak azt, amit adhattatok és kaphattatok, és el kell köszönni, azért kell szeretettel és együttérzéssel elköszönni, hogy ne egy alacsony hőmérsékleten, alacsony rezgésen szétváló, törő, szakadó ugye, élmény legyen, hanem visszafűteni a kapcsolatot. Ugyan már a szétválás iránya az világos, de visszafűteni a kapcsolatot, az együttérzéssel és a másik jólétének, a másik boldogulásának a kívánásával. Erre is vannak szertartások, erre is vannak spirituális segédeszközök, hogy ezt hogy kell és hogy lehet végrehajtani. Tehát megint egy paradoxon, amikor a pont az ellenkező pont van, és két ember ugye összeköti az életét formálisan vagy informálisan, akkor általában a vágy, a szeretet, a szerelem olyan hőmérsékletű tüze van, hogy egyszerűen a, a személyiségek ötvöződnek, fuzionálnak. De a végén nem ez van. Hiszen, ha ugyanolyan hőfokra föl tudnák hevíteni, akkor nem kéne szétválni. Tehát már nem működik az atomreaktor. És ha nem működik, akkor vagy egy kis uránt még oda beszerzek, újabb blokkokat nyitok drága pénzért, ugye? Vagy pedig, ha nem, akkor azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, máshol keresem a reakciót, illetve máshol keresem a kapcsolatot. Viszont ehhez a szétváláshoz is kellő együttérzés kell, különben nem tudtam magam kivonni teljes értékűen, és tudatilag, érzelmileg, néha még fizikailag is az elvált volt társhoz, a lejárt kapcsolatban visszajár az illető. Erre nagyon sok példa van. És a megszokottság, a, a rutin, a, á, most már úgyis mindegy. Tehát ilyenek, és ez katasztrófa, mert nem tud az ember új életet kezdeni a zen a pillanat tisztaságát és a lélek egyenes útját tanítja, tehát lásd meg, hogy milyen helyzetben vagy, mi a helyes kapcsolat, és mi a helyes működés vagy cselekvés az adott helyzetben. És ezt azon az áron is meg kell tenni, hogy a műtét fáj, de ha nem, történik meg, meghal a beteg. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne tartósítsa magát az ember egy tényleg működésképtelen helyzetben, fel kell mérni, hogy mekkora energiára lenne szükség ahhoz, hogy ezt tudjuk frissíteni, restaurálni, és ha ez kölcsönösen megvan, beletesszük-e, vagy sem. És hogyha az a válasz, hogy nem, akkor meg kell köszönni, válni kell, és egy újat elkezdeni. És ez a, ez, a, frissesség, ez nagyon sokat tud segíteni. Tehát az ember, amíg felkészíti magát egy újabb kapcsolatra, az is egy újabb tisztulási folyamat. Tehát az ember belenéz a tükörbe, és megkérdez, egy így szeretnék -e egy másik ember elé úgy odaállni, hogy gyere babám. Tehát, és így, na, hát ezt nem. Mert ha én így, akkor valószínűleg egy hasonlót fogok, na, azt úgy nem. Tehát hasonló lélek? hasonló gondolkodás, és a különbségek persze vonzák egymást, de a sávokból nagyon nehéz kitérni. Tehát nagyon-nagyon hasonló lelkület lesz a maga, egyéniségével, a maga polaritásával, ami szükségszerűen különbözik a tiédtől. De nagyon hasonló sávban lesz ez, amíg a te lelked abban van. Oké? Okay? A párkapcsolat az egy rendkívül bonyolult dolog lehet, hogyha nem látom a saját helyzetemet és a saját karmámat tisztán. Ebben az esetben, amit mondasz, megbánás szükséges. És nem ez a meldöngető álságos játék, hanem az, hogy tényleg lássam, hogy mit csináltam a másikkal, és tényleg bánjam meg, és nem valami szépen kivetített, triangulált hatóság előtt, hanem ő előtte, a sokkal keményebb. És általában ez a, az együttérzés, ez a fajta alázat, ami a másik felé gyakorolt helyes alázat, az megszokta olvasztani a falakat. És aztán ezzel sávfárkodjunk jól. Mert ilyen kétszer nem nagyon lehet. Ilyet általában, ha nagyon nagy dologról van szó, egyszer lehet elkövetni, mert később aztán nem lesz hiteles. Hát a megbánás az csak egy része itt az egésznek. Meg kell nézni, hogy valójában mire van szüksége a kapcsolatnak. Lehet, hogy arra van szükség, hogy közösen tegyetek egy nagy utazást, hogy közösen változtassatok élethelyzetet. A megbánás érzelmi tisztulása után leüljetek, és értelmesen, gondolatilag tisztázátok, hogy milyen legyen az élet. Milyen cselekedetek vezetnek oda. Tehát egy életprogram összeállítása, az egy sokkal, de sokkal összetettebb és keményebb művelet, de amíg az érzelmi alapok nem világosak és nem tisztek, addig ezt nem lehet elkezdeni. És hogyha itt van némi egyezés, akkor az nagyon jó, ha nincs, akkor... A probléma rövid távon megoldhatatlannak tűnik, és akkor kell esetleg külön egy utazást tenni, hogy akkor három hét múlva találkozunk, és nem kérdezzük, hogy az alatt a három hét alatt mi történt. Ilyen is van, ez is működhet. Tehát meg kell nézni, hogy pontosan mi az, ami a helyes változást, a helyes irányt hozza. És azt meg kell tenni. Mert egy másik ember lojalitása, bizalma, az a kölcsönös szeretet, ami sok év alatt ugye felhalmozódott, az lehetőleg ne vesszen el. Ha nagyon materiális akarok lenni, ilyen szinten egymásba ruházunk be. És ne egymást ruházzuk meg, ha lehet, hanem ne vesszen el ez a beruházás. Ez nagyon fontos. Tehát nagyon-nagyon sok energiát fektetünk egymásba azért, hogy egy meghitt, szerető, produktív, Minőségi kapcsolatot alakítsunk ki. Ezt lehetőleg ne hagyjuk elveszni könnyen. És akkor van valami, amiért érdemes élni, mert van valaki, akivel érdemes élni. Úgyhogy innentől kezdve ezek a kis szeretett morzsák, amik ott vannak a múltban, ezeket érdemes összegyúrni egy ilyen kis jövő, vekni kenyerévé, és akkor az úgy, az úgy megy. Csak nagyon óvatosan. Tehát ne, ne tegyük bele a különböző frusztrált agyagrögöket, mert akkor nem lesz ízletes az a kenyér. Ez az embernek a, a, a túlélő és jövőteremtő képességében egyaránt benne van, ez nem a csak a szépre emlékezem mozdulata, hanem az, hogy mit akarok magammal vinni a jövőbe. És le kell ülni a pároddal, és akkor megbeszélni, hogy na, mit akarunk magunkkal vinni a jövőbe, és hogyha szerettek így játszani, akkor egy ilyen kis hátizsákba ilyen tárgyakat és cédulákat bele lehet dobni, hogy és te felírod a sajátodat, és ő is felírja a sajátját, és amikor azt, mondja, hogy köszönöm meg, akkor kihúzzátok és elolvassátok az egészet. Lesz nagy meglepetés. Tehát úgy lehet tanítani a másikat, hogy tényleg egymással merünk szembeülni, és itt elmondok egy zen gyakorlatot, ami az interaktív meditáció típusaiba tartozik. Ugye a régi az az, ami már a hatodik párti járkától a miénk, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? És ez úgy működik a tudatban, a meditáció alatt, mint technika, hogy a kérdés lerövidül, és megkérdezed azt, hogy mi ez? Mi ez, ami bennem néz, érez, gondolkodik, cselekszik, emlékszik? Tehát mi ez? Na most az interaktív változata az, hogy szembeülsz a pároddal, és megkérdezed, hogy ki vagy. És ő elmondja és végig végighallgatod. És utána csere, és ő kérdezi meg, hogy ki vagy. És amíg te mondod, addig ő hallgatja. És aztán ismét csere, mert az első és a második válasz nem lesz ugyanaz. Azonnyomban javítani akar, mert nem tudta kifejezni azt az önképet, ami a valóság és a vágyott, egyesített, egységes változata. Tehát vagy azt mondja, ami akar lenni, inkább, vagy azt mondja, ami már ő maga, de nem szeretne az maradni, tehát itt az idősíkok, az aktuális és a vágyott, ezek mind keverednek. És ezért kell többször, ahogy mondjuk kihűtesz egy italt különböző poharakban, többször átönteni, többször föltenni ezt a kérdést, és a legfontosabb az, hogy a szemébe nézve végighallgatod. És meg fogod látni, hogy mikor szorulsz össze, mikor feszülsz be, akkor, amikor úgy érzed, hogy nem az van, amit mond. És ő ezt érzi. Tehát ki vagy, és mondd el, hogy szerinted ki vagy. Úgyhogy ez egy nagyon komoly tükröző játék, tükröző gyakorlat inkább, mert ez nagyon komoly, és akik ezt elkezdték, azok nem egymás elemzésében merültek ki, hogy az én kis gondolati kiskésemmel -kis majd felvágom a karakteredet, és rántotta lesz belőle, tehát nem ez. Tehát az van, hogy lássuk meg egymást egymás tükrében. És ez egy nagyon kemény gyakorlat, mert ahogy hallgatod, a visszajelzést is adod, csak szavak nélkül. Az alapszabály, hogy nem szólsz bele, nem állítod le, végig hagyod, hogy mondja. És akkor amikor befejezte, akkor jössz te. És innentől kezdve nem azt mondom, hogy brutális, de nagyon-nagyon felszabadító értékű. És így lehet kipucolni olyan identitásokat, olyan önképeket, az egymásról alkotott képet, amit lehet, hogy évekig vittél magad, de mégsem volt valós. Úgyhogy ki vagy? És üljünk szembe a válaszsal. Szabadság, szerelem, mondta az autóvezető. Nézd meg, hogy a te szabadságod hol sért másokat. Mi az, amikor elkezdesz ártani lélekben, testben, gondolatban, érzelmekben. Tehát te azt gondoltad, hogy te szabad vagy és szabadon cselekszel, és közben sírnak és rínak melletted, vagy jönnek a dühös telefonok. Pedig te csak szabad akartál lenni. Tehát mi az, amikor az én szabadságom mások szenvedését, sérelmét, esetleg a személy szabadságának a megsértését és korlátozását jelenti? És rájössz, hogy az énnek, az egónak nincs szabadsága, csak kényszeres viselkedése a vágyai és a különböző averziói kapzsisága dühe által vezérelt viselkedése van, amit lefordítanak szabadságra, hogy azt sem, amit akarok. Régi történet, 90-es évek eleje, magánbolthálózatok kialakulnak, régi közértbe, ami már akkor nem közért volt, belép egy vásárló, és világos, hogy egy élelmiszerboltban nem dohányzunk. Kész. Na vásárlónak már nagyon nikotin hiánya volt, és rágyújtott egy cigarettára a bódba. Csak a pénztáros azt mondja, hogy legyen szíves abba hagyni a dohányzást, mert itt nem lehet dohányozni. Erre a másik ember azt mondja, ó, itt már szabadság van, azt teszek, amit akarok. Erre a pénztárosnő egy hirtelen mozdulattal kivette a cigarettát a szájából, ledobta a földre, és így szépen eltaposta. Meg volt ez, hogy micsoda, hogy mer? Pénztárosnak azt mondta, most mondta, szabadság van, azt csinálok, amit akarok. Tehát az volt a Miskolci kocsonyában a béka, és onnantól kezdve a szabadság fogalma átalakult. Tehát mi az, ami a közös szabadságunk? Mi az, amiben mi, mint Közösség, család, társadalom egyetértünk, hogy ez a mi közös szabadságfokunk. Na, ilyen egyeztetést nem nagyon láttál a közelmúltban. Történelmileg se. Tehát, hogy üljünk le és beszéljük át az alapfogalmakat. Mert biztos, hogy akkor nem ilyen szabadságharcot szeretnénk. Angol matrica a Lökhárítón. Your ignorance is not my bliss. Tehát a te tudatlanságod nem az én áldásom, vagy éppen boldogságom. Tehát ez nagyon fontos, mert különben, hogyha ezeket az alapfogalmakat nem tisztázzuk, akkor olyan elképesztő mocsárba taszítjuk egymást, hogy az borzasztó. Ezt hívjuk a félreértések szöges drótjának. Úgyhogy mi a szabadság? Nézd meg, hogy hogyan tudod segíteni a másikat. Nincs messze hogyan tudsz segíteni a másiknak. Ez az, ami igazán a szabadságodban áll, és itt legyél sok oldalú, nem pedig az önérdek érvényesítésében. Tehát ez olyan, hogy amikor hiba lép fel a rendszerben, akkor megáll a film, és te megkérdezed, hogy drágám, te ez akarsz lenni? Te tényleg ez vagy? És akkor rádöbben. És akkor volt egy nagyon gyors Identity check. Egy olyasféle valóság ellenőrzés, hogy mi az, amivel valójában azonosulunk? Kik vagyunk mi valójában? És amikor ilyen elképesztő dolgokat csinálunk egymással, állítsd meg a filmet, és kérdezd, te valójában ez vagy? Te ez akarsz lenni? Te látod, hogy most ki voltál? Akármilyen idősíkra teszed, az üt. És ezzel nem ütni kell. Nem simogatni kell, láttatni kell. Tudod, van a Vidán parkban az elvarázsolt kastély, amilyen tükörtermek vannak. És ö, különböző torzítású tükrök vannak előtted, és akkor ö, néha ilyen nagyon sovány vagyok, nagyon kövér vagyok, nagyon magas vagyok, nagyon alacsony vagyok. Most képzelj el egy olyan tükörtermet, ahol teljesen tükörmentesek a falak. Tehát egy darab tükör nincs benne, de van egy ember, aki állandóan szaladgál egy tükörre, és amerremiszt mindig elé tartja. Na ez az igazi elvarázsolt kastély. Mert akárhova mész, mindig az adott személyiségedet, az adott megvalósuló egoitásodat látod. Na, így lehet segíteni rajta. És semmi különös, tehát ne, elkezdjünk ilyen nagyon-nagyon mély női praktikákba, mondjuk részedről, és hogy hogyan, hogyan láttatom vele, tehát milyen kaját főzzek amellé, hogy elmondom, hogy ő kicsoda. Tehát nem ez. Tehát reflexió. A tükörben tükrözünk, magyarul reflektálunk. Tehát az van, hogy elismétled, amit mondott, visszatükrözöd, amit megtett, érzelemben is visszonzod, amit érez feléd, vagy kinyilvánít feléd, és visszakérdezed, hogy te látod, hogy azt mondtad, hogy? Te látod, hogy azt cselekedted, hogy? Te látod, hogy most hogy érzel felém, mert én ezt így érzem? és nem kényeskedünk, és nem elemzünk, és nem teszünk mellé ilyen nagyon vastag könyveket. A zenben az a szép, hogy nem támaszkodik az írásokra. És megköszönjük, hogy egy könyvtárban lehetünk, ugye, nem ellenérdekelt a dolog, csak érdemes túllépni az írásokra való támaszkodáson. Igen kitűnő emberpároknak a kapcsolata ment azzal gajra, hogy állandóan könyvekből dolgoztak, és elemezték a másikat. Azt mondjuk, hogy te tudod, hogy XY szempontból, mert nem akarok előnytelen helyzetbe hozni semmilyen doktrinát vagy iskolát sem, XY szempontból te most ilyen vagy. Igen, gyönyörű, de te hogy látsz engem írásoktól függetlenül? Neked milyen vagyok a te lelkedben? Nem az, hogy a könyvek szerint. Egyrészt is félretenni, leérettségiztünk, lediplomáztunk, vége volt. Köszönjük, használjuk fel a tudást legjobb érzeményünk szerint, legegyüttérzőbb módon. Tehát egymás tükrében látszunk a legközvetlenebből. És egyszerűen, világosan, együttérzően azt mondanám, hogy külön akaratmező nélkül csak szépen tükrözöd azt, amit mondott, amit érzett, amit gondolt, mert azt is lehet ám látni, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni. Úgyhogy ö, nagy munka, de ha a kapcsolatot nem használjuk föl erre, akkor a puszta érzékszerviség vagy az anyagi elkezdi dominálni ezt a kapcsolatot, és nem lesz minősége. Így tud elfogyni. A kapcsolat minőség alapú, emberi minőségektől függ, és hogyha a kapcsolat nagyon-nagyon jó, tehát a kémia igen jó, akkor a kitűnő minőségeket hozza elő a másikból úgy, hogy arra egy énséget nem lehet ráépíteni, mert az a mi teremtményünk, ami egymásban megjelent. Az a mi egymásra hatásunk, hogy ezt hoztuk ki egymásból. És ezért ez egy közös termék. És ez egy nagyon-nagyon fontos reláció, nagyon fontos belátás, hogy nélküled ezt nem tudtam volna kihozni magamból. És te se, vice versa. És akkor itt már nem az, hogy elsajátítok valamit a másikból, és ő is belőlem, hanem beáll az a fajta homeosztázis, az a fajta egymásra hatás, egymás táplálása és egymásból táplálkozás egyensúlya, amitől az egész tartós és stabil lesz, és folyamatos rálátás van egyénre és ugye, életközösségre, és ettől ezek a minőségek tudnak fejlődni és nőni. És látsz ilyen házasságokat, vagy éppen életási kapcsolatokat, hogy úgy tudnak megnemesedni az idő haladtával, hogy, hogy páratlan és, és bámulatra méltó, és ezt egymásból hozták ki. Hát lehet. Az első lépés tényleg az, hogy megbizonyosodsz róla, hogy te tényleg látod, hogy ezt mondtad nekem, így érzel és ezt cselekedted? Ez az első lépés. És az ember nagyon érdekes a tanítás, úgy kezdődik, hogy amikor piros jelenik meg, a tükör pirosat mutat, akkor kék jelenik meg, a tükör kéket mutat. Hogyha valaki viszont szomorú, akkor megvigasztalom, ha valaki vidám, együtt örülök vele. Látod? Tehát az alanyi egyé váló, és így a társas odaforduló, az ketté tud válni. Az embernek nagyon-nagyon intuitíve pillanatok alatt el kell döntenie, hogy most melyiket teszi. Tehát nem megyek vele a depresszió legmélyebb gödrébe azért, mert együttérzésem az diktálja, hanem, hát néha nem egyértelmű. Néha úgy belehajszolom magam, mert én szeretnék a depressziónak az áldozata lenni, hogy rámutathassak, hogy ő követte el velem. Hát az öncsalás mélységei, azok tényleg kifürkészhetetlenek. Tehát utána az ember azt mondja, a -a, nem, társas odaforduló kell, és nem alanyi egyéválló. Ilyenkor megigasztalom, kisegítem, ha kell, elviszem terápiára, beutalom, beutaltatom, stb. 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 Tehát ilyenkor nem csak az, hogy tényleg jól látom, hogy kilógnak a beleid? Tehát nem ez a kérdés, hanem elviszem az orvoshoz. És akkor, és akkor odafordultam, megoldottam, és ez a tükrözésnek a következő fázisa. A másik, sokféle és nem lineárisan rendezhető fázis van itt, ami azt jelenti, hogy azt a viselkedést adod vissza, amit neki kellett volna tanúsítani a felé, de ezzel azért vigyázzunk, hogy még a írmagja ne legyen benne a panaszkodásnak, elvárásnak, tehát énes érdekérvényesítésnek. Tehát odavágja a kést a konyhaasztalra, repül minden, és te fogod, felveszed a kést, és szépen oda teszed így elé. Vigyázzunk, ne, hogy megfogja. Tehát, jó? Tehát azt a viselkedést tanúsítod, amit neki kellene, de ezt nagyon-nagyon vigyázva, óvatosan, vagy mondom intuitíve válasszuk meg, ehhez kell a belső tréning, ehhez kell a belső tisztánlátás, hogy a részéről semmilyen érzelem, gondolat, cselekvés vagy beszéd a tetükrödet ne homályosítsa el. Mert a pont sajnos erre megy ki a játék. A manipulációtól kezdve a fenyegetésig rengeteg játszmánk van, amivel önérvényesítésbe kezdünk. Azért, hogy a másikat magunk alá rendeljük, mert ez a rövid távú, legvilágosabb megoldás. Azon, amit én akarok! Igen, de akkor holnap felébredünk egymás mellett, és megbeszéljük. Hogy akkor mi van? Éjjel és nappal? Ki akar mit? Ki van melletted? Ki nincs? Tehát beszélj a bőröndödhöz így. Jó? Vigyázzunk, mert az, hogy én, azt nagyon sokszor kimondjuk, és ezzel csattanunk más én felületeken. Igen, nem csak, hogy mi az az én, az a te éned, az én énem, az ő énje, és a mi énjeink azonosak vagy különböznek-e, ez egy nagyon fogas kérdés, és nem mondom meg a választ. Azért, mert az en útján és egyéb utakon te megtalálhatod, hogy az egoitás, mint látszat, mint valóság, mint képzet, miből épül föl? Hogyan működik? Milyen hozzávalók kellenek hozzá? És szeretném idézni egy korábbi válaszomat, amely egy nem mostani kérdésre hangzott el. Megkérdezték, hogy mi az az én, és azt találtam mondani, hogy csomók a palacsinta tésztában. Tehát ez azért fontos, mert ha csomómentesre kevered a palacsintatésztát, attól te, mint lény, nem tűnsz el, csak az egoitásod látszatta fog eltűnni, és ez a rágós, ragacsos érzés, hogy valami akadály van. Tehát tessék csomómentesre kikeverni a lét palacsintatésztáját, és akkor nagyon finoman kisütni és megtölteni azzal a tartalommal, amit szeretnél. Az egoitás egy olyan nem létező látszata, ami, ami azért nem létezik, mert valójában önállóan mástól függetlenül nincs, tehát nincs abszolút léte. Az emberi életnek az egyik legnagyobb tragédiája az, hogy hamis identitás tudattal mászkálunk, és 3D-ben és premier plánban el hitetni az emberekkel, hogy azok vagyunk, amik valójában nem vagyunk. De mi magunk is elhisszük. És amíg ez a koncepció így működik, mint látszat, addig ezt működtetjük, de aztán szerencsére van olyan, hogy bedöglik, és akkor tényleg le kell mondanunk az eddigi önképünkről, az ego eddigi koncepciójáról, és megkérdezni azt, hogy valójában ki vagyok én, vagy mi ez, ami bennem azt mondja, hogy én. Ez a mi ez, ez jó, mert nincs benne projekció, egy darab se. A ki, az már komoly. Ott már feltételezem, hogy van egy személyiség, ami úgy állandó, és hogy rá lehet mutatni. Na ez volt az. Nem találsz mást, mint egy rakás gondolatot, érzelmet, múltat jelent, jövőt, cselekedetet, beszédet, ragaszkodást, akaratot, minden. egy megkaparod, és ugye ezeket ugye elteszed az útba, semmi nincs. Tehát ez az ego irreális vagy illuzórikus volt. Karma van, vigyázzunk, felelősség kell, mert a szabadság mellője felelősséget szeretjük. De a helyzet az, hogy mint szilárd énség, mint abszolút értékű egóitás, amire azt mondom tegnap, ma és holnap, hogy ugyanaz, na olyan nincs. Ezért nehéz ám az ilyeneket megválaszolni egy szóval. Miért? Mert felfedező út kell hozzá. Igen. És ezt nem szoktuk szeretni. Általában itt leveszem a polcról a kész terméket, és akkor azt mondom, hogy megvan. Hazaviszem, megfőzöm, megeszem, jól laktam. Hát ez a szellemi úton bizony nem így megy. Ez úgy megy, hogy irányokat határozunk meg, és ezek az irányok, ezek rendelkezésre állnak, hogy az ember haladjon. És hogyha haladunk az úton, akkor megvannak a válaszok. Akkor azokat mi magunk megtaláltuk, tapasztalati úton sajátítottuk el, és nem valaki osztotta az észt. Ez nagyon fontos. Tehát mi az az én? Mi az, amiben nem kérdez? Vagy határokat keres, vagy szabadságot, vagy felelősséget vagy intimitást, boldogságot, örömet. Mi az, ami bennem ezt keresi? Na, ekkor tisztul a tükör. És ez a tiszta tükör mindegyikünk lehetősége, ezt a hagyományban úgy hívjuk, hogy buddha természet, vagy megvilágosodott tudat, és a többi. Tehát rendkívül egyszerű a munka, de attól, hogy egyszerű és érthető, nem megkerülhető. Tehát e el kell, e kell végezni a munkát. És ez az, amit mondom itt a világnak egy kicsit a felülről vezéreltebbik felén, nem szoktunk elhinni. Inkább mondják meg a tutit, inkább adják szembe a tablettát, kifizetem. De ez nem így megy. Ezért meg kell dolgozni. Ezt el kell érni. Ezt tapasztalni kell, és ezt mindannyian tudjuk. Ez mindannyiunk lehetősége. Tehát a ragaszkodást jó, hogyha a lojalitás fölváltja, Mennyire tudsz tisztán látni ennek az embernek a társaságában? ne hagyd, hogy elvegye az eszedet, de az szereteted az maradjon meg. És az önértékelést az nem egófoltozás, tehát nem a személyiségét fogod te különböző smink és maszk készlettel ott igazgatni, hanem a realitás, a tisztánlátás, az együttérzés, ezek fogják ennek az embernek az igazi önismeretét és öntudatát visszaadni, ha ez esetleg befelhősödött volna. Ne te mondd meg, hogy ő mennyire értékes, csak ő jöjjön rá. És erre ja. nagyon sok segítséget tudsz adni. Tehát ehhez a szeretet, a bölcsesség, a stb. De most nézd meg, ha valakinek az önértékelését, autonómiáját, önállóságát szeretnéd segíteni, azt te nem tudod kézi vezérléssel megoldani kívülről, mert pont azt veszed el. Tehát egy pozitív önértékelés az elsősorban egy benső élmény. És kívülről nagyon sok minet lehet mondani egy embernek, csak az nem az övé. Tehát jöjjön rá hozd olyan helyzetbe, hogy az önértékelését javíthassa. És ez egy párkapcsolat nagyon jó. Enged, hogy ő megvédjen téged. Engedd, hogy ő ajándékot hozzon neked. Engedd, hogy ő kreatív legyen a te környezetedben. És ne olyan, ami ennek csak én szeretném. Tehát az, hogy ő megnyilvánulhat, és erre a tevékenységre, amit mond, amit teremt, amit hoz, amit cselekszik, erre visszajelzést kap, abból majd lesz önértékelés. Tehát legyél objektív. Nagyon világosan, hogy most mit, mire, nem az énnyire reagálsz, hanem arra, mert az úgy sincs, tehát eredetileg nincs, csak a képzete van meg. Arra reagálsz, amit mond, amit tesz, amit érez feléd, amit gondol és kinyilvánít. Erre reagálj, ezt tükröz neki vissza és ekkor lesz valami önértékelés, ami ennek talán a summázata, de azt az illúziórikus képzetet, ami a saját ényéről benne most negatívan működik, te nem tudod tartósan pozitívra átfordítani, mert ugyanolyan illúziórikus alapon van. Ez ugye átlátható. Tehát az illúziót illúzióval nem tudod javítani, gyógyítani, az illúziót realitással tudod gyógyítani, és ezért mondtam azt az előbb, amit mondtam. Mennyire vállalható ez számodra? Ez szép, ugyanis pont ezt vállalja két ember egymás felé, amikor formálisan vagy informálisan összekötik az életüket. Egymást vállaljátok, azt, hogy egymás tükrei vagytok, és egymást segítitek az emberi fejlődés útján, legyen az bármi, ami messze több, mint a puszta materiális vagy érzékszervi önmegvalósítás. Oké? Okay? Itt az Alpok. Tessék kirándulni. Vagy magunk elé rakunk különböző feladatokat. Együtt. Nem az, hogy miért nincs önbizalmad? Mert ilyeneket kérdezel? Azért. Tehát uh, vigyázzunk, egymás önbizalmát így nem lehet csak úgy, mert nagyon törékeny az, ami van. Tehát nem lehet belegyalogolni, hogy jaj. Most így finoman megkérdezem tőled, hogy miért vagy ilyen gyenge. És akkor már is elsírta magát, mert ugye a karmikus fájdalom pontra az emberi gyöngéden rálehelt, és az ekkora nagy tűt még mélyebbre szúrta bele. Tehát vigyázzunk azzal, hogy egymást kinek és minek látjuk, és lehetőleg közösen megválasztott tevékenységekkel, kreativitással, jótékonysággal, munkával és egyébbel, tehát itt is objektíválható módon igyekezzünk úgy helyzetbe kerülni, hogy magunk önbizalma is, és a másokba vetett bizalom is egyszerre pallérozódjék, mert a kettő összefügg. Hát, hogy mennyire bízol meg saját magadban, és mennyire bízol meg a másikban, annak nagyon komoly összefüggése van. Jó? De ez az egóitás, amiről beszélsz, ez nem egy ilyen ugató kutya, amit betrenírozunk és csendben van, meg ő éle, meg egy meg ilyenek. Tehát ez, ez, ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy meg kéne látni az ok és okozat következményét, hogy pontosan milyen eredetből, milyen következmény lett, és ebből tanulni. Az egoitás szilárd képzetével nem lehet dolgozni, az nem a kutyád, az a tévképzeted. Tehát pontosan meg kell látni azt, hogy minek mi a következménye. Nagyon fontos azt látni, hogy minek mi a következménye, és ebből tanulni, nem pedig egy olyan személyiségképből, aminek rengeteg felfedezetlen árnyas oldala van, és alapjában véve egészlegesen nem használható. Jó? Közvetlen rálátás az emberi tudatra, az en egyik alapelve. Lássák közvetlenül az emberi tudatra, arra a lélekre, amik benned van. Ez a, ez a kiindulás. És pillanatról pillanatra vedd észre, hogy milyen helyzetben vagy, milyen kapcsolatban vagy, és mit csinálsz. Az egoitásod és te, ezek azonosak vagy különböznek? Na most hárítasz, látod? Rendkívüli erővel. Ez nem bűntudat. Így élünk. Tehát igyekszünk távolítani magunktól azt az én képzetet, amivel nem értünk egyet, de mégis úgy érezzük, hogy azért mit csináljuk. Tehát azért mondom, hogy ne egy hipotetikus egoitás szempontjából tegyük föl a kérdést, mert terméketlen. Tehát abstraháltad, elvontad, tehát nem magadról beszélsz, hanem egy hipotézisről. Tehát közvetlenül fel kell tenni a kérdést, és általában ennek nincs megoldása. Specifikusan, konkrétan van megoldása mindennek, ezért mondom, hogy nézd rá az egyéni, individuális ok és okozat összefüggésére. Az konkrét. De azt, hogy neked milyen önképed van, te hogyan pallérozod azt, definiálod azt, fejleszted vagy visszafejleszted, ez mind abstrakció. Ez mind szépen sikálok valamit, amit úgy, ahogyan ki kéne dobni, jó? Tehát mondjunk le a különálló egoitás illúziójáról, mert az eredetileg nincs. És akkor az ékék, a fű, zöld, az ember, aki előtte áll, az pont olyan, amilyen. Belül zümmögnek az ítéletalkotó biztosítékok, amíg egy erőteljesebb ítélet ki nem vágja azokat a biztosítékokat. Zümmögnek a különböző tudatformák, amíg egyszer csak azt nem mondod, hogy jó, hát akkor most már elegem van, most már legyen csend és ekkor bizonyos gyakorlatokkal vissza tudod vinni a tudatot egy gondolkodás előtti állapotba. Egy dualisztikus működés előtti állapotba. Ez az en, Nem az egyetlen, de az egyik ilyen lehetséges út. Hát, ahogy a tudat kiürül, úgy letisztul, tiszta lesz, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ez két szó, de valójában ugyanaz a valami, térszerű, tükörszerű, ugyanaz. És akkor ezzel már lehet kapcsolódni a korábbi tükrös helyzetű tanításokhoz. A legrövidebb az, hogyha felismered, hogy egy játszmát kapsz, akkor nyilván ki, hogy ezt nem játszom el. Ha pedig úgy érzed, hogy te egy játszmát indítottál teljesen akaratlanul, de szokásból, akkor azon nyomban állítsd meg, és ez egy, ezt kérlek ne játszd el. Tehát ebbe a pillanatnyi realitásba, a játszmamentes pillanatba vissza lehet hozni az egészet. Ez azért fontos, amit kérdezel, mert nagyon sok ciklust, egy élet, több élet lehet tölteni ezekkel a játszmákkal, mert azt hisszük, hogy valamire jutunk. Holott csak egymás energiáját centrifugázzuk ki. És nagyon fontos felismerni ezeknek a játszmáknak a miben és amikor az energiát visszaszedett belőlük, akkor ráláttál arra, hogy itt egyetlen egy kapu van, és ez az ítéletalkotástól mentes tudat. Ha elítéled a saját játszmáidat, ezzel megörökíted. Ha elítéled a másik játszmáit, ezzel is megörökíted, mert elnyomtad és tagadtad őket. Hát vedd ki a belőlük származó energiát, ne játsz, hanem haladj a megvalósítás útján. Ez teljesen más. De mi szeretünk játszani, és a játékkal önmagában nincs baj, csak amikor a játékot játszmává alakítjuk, az a baj és amikor a játékot a komoly, valós helyzetekkel összecseréljük, az a baj. Tehát ne, test, ne, ne változtassuk a játékot játszmává, mert a játék az egy önérdek nélküli valami, az egymás örömét szolgáló valami, tehát a játékból ne legyen játszva, amikor manipulálom a másikat. Vegyük észre azt, hogy amikor tényleg komoly, egyenes, közvetlen rátekintésre van szükség, azt semmi nem pótolja. Tehát ne vegyek föl szerepeket, ne vegyek föl modorokat, ne bújjak különböző abstrakciók mögé, általában a játszmák itt szoktak működni. És ehhez kell egy nagyon komoly szellemi gyakorlat, amely ezt a játszma mentességet belül biztosítja. Tehát matekban nagyon sokszor van az, hogy tört számláló neve, és elkezdek egyszerűsíteni. És egy nagyon bonyolult törtből egy nagyon egyszerű aránypár vagy tört lesz. Ezt az egyszerűsítést belül Létre kell hozni, el kell végezni. És ekkora a játszmamentes tudat, amely így játszani sokkal jobban tud, mert a játszmaitól megszabadult, ez a tudat, ez elérhető. Mihelyt felismerted a játszmát, állj meg, és változtasd meg azokat az aspektusokat, amelytől a játszmát megszünteted, de magát a dolgot megoldod, a problémára rátekintesz. Tehát nem körbe-körbe szaladgálunk, és különböző képeket mutatunk magunkról, hanem megállunk, és felfogjuk, hogy valójában mi van, és ezt közöljük a másikkal, vagy ezen az alapon indul valami közös. Tehát meg kell állítani azt a szokást, vagy szokás tömeget, ami a játszmába megy. A játszmában mindig önvédelem, és rejtett, vagy néha nem túl rejtett önérvényesítés van, ami a másik kárára érvényesül. Eric Byrne-nek az Emberi Játszmák című könyv az egyik nagyon komoly, olvasmányon volt, és valami elképesztő tisztasággal szépen megmutatta azt, hogy mi emberek hogy bánunk egymással. Tehát ha ezt észreveszed, azon nyomban állítsd meg a beszédet, az érzelmet, a gondolatot, a cselekvést, tedd vissza a realitás játszmamentes talajára, és onnan újra. Csak a valóságban lehet bízni. Csak a másik valós alapú cselekedetében, beszédében lehet megbízni és te, mivel szereted őt, arra kéred, hogy a valóságról, a valóság talajáról induljon ki. És ne a ma illúzióját adja neked, mert sokkal többre becsülöd őt annál, sem hogy az illúzió porával azonosítsd őt. Ekkor nem megy ki az ajtó, hanem megköszöni, hogy tanítod, hogy, hogy segítesz neki, hogy visszajelzést adsz. Bíz benne, mert először neked kell fölismerned és ez a mélységes, benső önismeret, vagy a játszmák felismerése, ez imperatív, ez kötelező érvényű a másikra, hogyha tényleg szeret és lojális hozzád, és hosszú távon gondolkodik, akkor a megfelelő kompromisszumok születnek. Egyébként pedig, ha képtelen a kompromisszumra, képtelen a saját önképének a kitakarítására, képtelen az illúzióktól való megszabadulásra, akkor meg miről beszélünk? Tehát nem sérted meg, segíted az néha fáj. De az együttérzés és a szeretet azon nyomban be tudja gyógyítani ezt. De ha nem hozzuk vissza a kapcsolatot a realitás talajára, ha a játszmákban kölcsönösen elmerülünk és elmélyülünk, az olyan kölcsönös hazugság tömeget szabadít föl, hogy pont akkor, amikor a másikra a legnagyobb szükségem lenne, egy hazugság ködöt látok helyette. Miért? Mert megengedtem. Megengedtem magamnak, és megengedtem a másiknak is, hogy ezt tegyük egymással. Miért? Mert rövid távon jól esett. Kenegettük egymást. Felékszereztük egymást. És akkor mit tettünk egymással? Megvakítottuk egymást, mert nem hal, nem lát tisztán, nem érez tisztán, nem gondolkodik tisztán, de játszmázni azt nagyon tud. Most innentől kezdve van egy más minőség, hogy megengeded neki, hogy fájjon, tehát tudod, hogy nem megsérteni akartad, de lehámlott róla valami, amivel addig azonosult. Azzal a játszmával, azzal az önvédelemmel, akkor ő addig azonosult. És ez le kellett, hogy jöjjön róla, mert nem hiszed el. És ha te nem hiszed el, akkor ő se hiheti el. És ezzel segítetted. És mellé kell az összes szeretet, együttérzés, egyebek, amivel ezt nem tesszük meg, nem történté, mert azt nem lehet és nem is szeretnénk, hanem begyógyítjuk az önértékelésnél az önképpen az egyebben ejtett sebet, ami szükségszerű. Ez a szellemi fejlődésünk egyik megkerülhetetlen lépése. Tehát a szabad akaratot semmi nem helyettesítheti. Tehát ez, amit a kérdésekre válaszú hallottatok, ez csak akkor működik, ha te valójában ezt akarod, ebben hiszel, ezt csinálod, és te magad fölfedezed a megoldás útját. De ha te ezt nem akarod, akkor ne csináld. akkor nézd meg, hogy milyen az élet nélküle. És akkor lehet, hogy jobb. Lehet, hogy az ürességet nagyon gyorsan betölti valami más, valaki más. És ez, ez is rendben van. Csak az a kérdés, hogy tényleg fel akarod -e áldozni a mulandóság oltárán magadat és a másikat úgy, hogy ezt a kapcsolatot azt mondod, hogy köszönöm, nem. És néha jobb is. Néha nyugodtan hamvadjon el és a helyében lesz valami más. Tehát észre kell venni, hogy a nagy ciklusokat hogyan érvényesíted. A nagy ciklusok mindig olyanok, hogy van benne teremtés, megtartás, lebomlás, újratermelődés. Ez a négy rész. És hogy pontosan melyik fázisban van az adott ciklus, ez nagyon fontos. És ide kell a közös nevező. Tehát nem a van, hogy szétválunk, csak a másik még azt hiszi, hogy ó, hát még ez a kapcsolat tart. De számodra már rég komposztálódott. A komposzton felnövő aprócska kis virágot át kell neki adni, a szabadságát visszaadod, megköszönöd, hogy együtt voltatok ennyi ideig, és elköszönsz. És nem szabad benne maradni a hited, az akaratod a legjobb meggyőződésed ellenére. Ugye van egy ember, akinek nem szeretném megfelelni. De mi van, ha magadnak nem szeretném megfelelni? ez most olyan furcsa mi, de néha az ember olyan elképesztő identitás hogy "Műcsoda, ezt én tegnap leírtam, hát gyorsan égessük el. Tehát azért fontos ez, mert valamilyen sztendernek meg kell felelnünk. Hát hova rakod a lécet? Minek vagy kinek akarsz megfelelni? Mert valamilyen irányt fel kell venni ebben a rendkívül lineáris időben, ebben a mulandó világban, a feltételhez kötött létben, ha nincsenek ideáljaink, ha nincsenek sztenderdjeink, ha nincsenek valamilyen szintű, főleg magunkkal szemben támasztott elvárásaink, akkor tényleg megette a fene. Tehát meddig engeded magad a meg nem felelésben, az is egy megfelelési kényszer. A karmikus vonzás, ez most itt nagyon misztikusan hangzott el, minden cselekedetnek van következménye. Tehát a zen az egy nagyon világos, egyértelmű és lilaköttől mentes ö, okozatiság fogalmat használ. Tehát mi a karma, a cselekedet és a következménye? Tehát azt már megtanultuk, bár nem mindenki, hogy nincs következmény nélküli cselekedet. Ha akarom látni, ha nem, annak van következménye. Tehát a karmikus vonzás, mint külön kategória nem létezik. Azt kell meglátni, hogy ha cselekszem, mi lett belőle. Mondtam valamit, mi lett belőle. Nem mondtam ki valamit, mi lett belőle, nem tettem meg valamit, mi lett belőle. De a következménysík az ott van. Nem lehet azt mondani, hogy van cselekedet, de nincs következménye. Egyszerűen ez a világ másképp működik. Tehát a karma törvény az az ok és okozat, annak az ismétlődése, annak a felhalmozódása, annak a szokásokká való összeállása, a szokások személyiségé való összeállása, és akkor ebből van egy szilárd én képzet. Egy kicsikét ránézel, rögtön megjelennek a szokások, megjelennek azok a cselekedetek, amelyek ezeket a szokásokat megerősítik, és aztán kezdje magaddal valamit. Hölgyeim és Uraim, tisztelt egybe gyűltek, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem azt a kitüntető figyelmet, amivel a mai előadást végültétek, a sok és nagyon jó kérdést mindenki részéről, aki megnyilatkozott, és szeretnék mindenkit arra lelkesíteni, hogy a holnapi meditációt is, az esetleges hétvégi soproni alkalmat is, illetve a további templomunkban és egyéb meditációs központokban gyakorolt meditációnkat is szabadon és boldogan látogassátok. Úgyhogy megköszönöm a figyelmeteket, és arra is kérnék mindenkit tisztelettel, hogy adományával segítse a templomunk és a központjaink munkáját. Köszönöm szépen!